Jól is tudom, hogy amikor ez megment ottan, ez a vizsgálat, már éppen az István király napi búcsút vártuk rá pár napra. Na persze, hogy mi is bezsebelhetünk somával a jó vidéki vendégektől, kártyán. Csak hogy nem eddig volt. Somában már akkor nem fért meg a jó lélek. Mind azon ógott-mógott, ókumulált soma, hogy ha Janka adja nekünk a kártyaköltséget, akkor el is felezi, elherdáltatja velünk a pénzt. Kényére vagyunk, és így és úgy. Csak másképp beszél az ember, saját garasán? Na így nekem soma. Addig-addig, amíg kisütötte, honnan szerező pénzmagot. Hát újra a vén buzugótól, a gyilkos apjától, az aranytolvajoktól akart és csak is megrendeltetett Jankával egy szekeret. Úgy, mint másnap délutánra jött volna szekér, mert nem baj, ha Soma estére érkezik sárga patakra. Na hát, miért is? Ha valaki gyilkosokat és tolvajokat megy zsarolni, mint az én szusztársam Soma, de kiutazott el azon a megrendelt szekéren, Kezdhetem csak onnan, hogy este ülünk ott a kisívóban. Este? Már éjfél is elmúlt, de a fogadó olyan üres volt, még a bagó is csak meghúhogta, és tovább repült, mert hogy nincs kit ijeszen. Egyszerre három vendég jött. Egyik volt a bádogosunk, akitől már sokat nyertünk. Vele két iparos féle, tán egy molnár, tele tárcával és a kótásó. Nem is voltak nagyon részegek. És a bárdogos szeme, mint a kárbunkulus, rögtön rá a kártyára. Na, Janka persze oda rögtön a vendégekhez, és a veres Lajost átszalasztotta a cigányokért. Ezek egy nem messze butikban reszeltek, vagy itt a kakasban. A három vendég feketét kért, és azt a csak megjárta az is Jankának, mert itt a csigerbor is drágább volt ebben a kakasban, mint másutt a máslás. De csak elég az, hogy a bádogos inkább szeretett volna kártyázni. Néz rám, néz somára, nézi a kártyát előttünk, az asztalon, látjuk. Utoljára is ajánlja a két társának, üljenek össze egy bankra. Mit? Mit játszanak? legtisztább játék az utcuk kapott bank. A bádogos már soma helyett is javasolja. Nagyon jó. Janka már csúsztat is oda pénzt somának és soma nekem. Kezdtünk játszani. A bádogos ad bankot. Nyerünk, vesztünk, kicsiben. Utoljára kezdi soma a bankot, mikor már tripla nagyokat tétek, és én ütök derűre, borúra, és nyerek, mint a veszekedett frász, mint máskor. Így kivirrad lassan velünk. Már itt-ott gondolkodom, hogy fussak meg a nyereséggel, és Soma kezdi az izzadást és a sírást, hogy a veszteségből elég neki. Na, Hát akkor bejön nagy hangos hűhóval a fogadóba egy klarinétossal és egy kisbőgőssel a sarkában egy kisfentősi nevű vendég. Erről a kisfentősiről annyit beszélt már nekünk Janka is és Lajos is, hogy azt is tudtuk, hogy egy veres eperlevél van a hasán ennek a kisfentősinek, és hogy mindig azt kiabálja, ő táltos gyermek volt, foggal született tíz hónapra, és üstökös járt akkor az égen két méteres farokkal. Hát kell lennél több egy úr születésnapjára. Ha jön ez a kisfentősi, akkor két nap két éjszaka szól a banda a kakasban. Akkor az utcáról behozzák erővel az embereket inni és enni a kisfentősi költségére. Akkor a banda húz az ablak alatt, amíg kisfentősi lefekszik aludni. Persze nem egyedül, hanem... Jankával. A taktust tartani kell a cigányoknak, mert kisfentőssi kilő rájuk a revolveréből az ablakon. Tű, azt a ropogós recepicéjét is. A klarinétos már rá is rendített az ajtóban a kis bőgőssel, hozzájuk az egész cigánybanda. Kisfentősi kalapja a fülén, az ujját pattintgatja legényesen és bokázik nyalkán. Janka, mint a macska az asztal mellől, a kártyája mellől, bele egyenesen a kis nyakába. Puszít neki erről, arról. Julukám, galambom, hát téged is látni, te gazember, két hétre ígérted, és két hónapra jössz el hozzám. Hát persze, ha ilyen vendég jön, de még gyatrább is, Jankának akkor egy rossz szemet sem a vendégre, akár Somának, akár nekem. Na hát, ez egy ilyen fogadóban regula, mint a katonáknál. Ezt mi betéve tudtuk már Somával. Mondom is Somának a nagy zenebonában. Tán mozognánk te, aludni, mint. Este útra mégy úgy is. Soma visszakacsint, hogy rendben van, oldalogjunk elfele. De hát nincs olyan. Kisfentősi énekelve jött be és nem felelt az addig egy igét sem Jankának, sem senkinek, míg végig nem énekelte a nótáját. Ezt, hogy hát... Drész tepsiben sül a harcsa, megfognálak szívem marcsa, ha megfogsz is, mit érsz vele, tele lesz a markod véle, tele lesz a markod véle. Ez nem rossz nóta. Szép úri hangja volt ennek a kis fentősinek. Jól énekelt. Janka is rákezdte vele együtt. Csak hát Janka, nagy örömében vagy miben, a kezében felejtette a zöld hetest, ami kijött neki. Ezzel a zöld hetessel fektírozott Janka, ahogy dalolt. Ezt meglátta a kis fentősi, és meglátott minket az asztalnál, a kártyapakli mellett. Hát rákiáltott Jankára. Hé, hey, hé, hey, hát négy csak elhoztad a lapjokat a tisztelt uraknak, a zöld hetes, hozz csak! Megtesszük rá a bankot. Álcsi, morék! Így. Kisventősi kikapta a kártyát a Janka kezéből, és rákjátott a bandára. Azzal jött oda hozzánk. Janka váltig mérgelődött rajta. Váltig ütötte a kisventősi hátát, és tépte a fülét. Te hát, te hadd a kártyát, ne jársz, te gyuluka, az istenedet, hagyd! Kisventősinek hiába, Janka. Na! Mennyi a bank? Már azt kérdezte, és egy marok bankót csapott ki maga elé az asztal szélére kis fentősi. Soma elrevette a paklit kézbe újra. De nem Soma, hanem a Molnár és a társa kezdték magyarázni kis hogyan megy az utcu kapod játék. Kis meghallgatta őket, és rácsapott az asztalra. Nagyszerű, azt mondja, Prima játék! Be fogom hozni a kaszinóban. Már a bádogos, az majdnem oda volt, hogy kis fentőssé ráteszi az ujját a mellére, és így neki. De hiszen téged ismerlek komám valahonnét. A rézmunkát én csináltam a méltóságos úrnak, hajbókol erre nagyban a bádogos, a kastélyra, a méltóságos úr kastélyára. Hát erre egészen paf mindottan. De miért? kisventősi felugrik, és mint a dühös állat a bádogosra. Hát ha ismersz a fatornyos falumból engemet, akkor azt is tudod, hogy nem vagyok méltóságos úr, azt is tudod, ha eszembe juttatod itten, hogy a feleségem méltóságos báró kisasszony, és én vagyok a feleségem férje, azt én rühellem és utálom azt is kell tudjad, hogy akit kis és nagy fentősi, telegdi és apakói kisfentősinek hívnak, mint engem, annak bliktri a méltóságos szín, amit olyan szotyák bárók hordanak, mint a feleségem familiája. Hát engedjen meg, kis fentősi úr, így a bádogos majdnem reszketve. De mind reszketett ott, vendég, pincér, cigány, csak én meg Soma nem tudtuk, mitől rettegjünk. Még Janka se. Az meg éppen a kisfentősi fülét cibálta. Ugyan, ne kezd a piszálykodáson ki fél tőled? Na, ezt kisfentősi nem bánta Jankától, hanem a bádogosra csak förmet rá tovább, így. A bocsánat kész. De vagy gyulakomán vagyok neked, vagy nesze. Itt a kezem csókod meg, és állj a széken mellé. Megfizetlek érte, és akkor méltóságos uraszhatsz. Hát mibe maradunk? Szervusz vagy? Nem. Oda tartotta a tenyerét kisventősi a bádogos képe elé. Az alig merte megfogni, és csak rebegte, mint a holtra az áldást, hogy Szervusz! Osszad! kiáltott a kisfentősi somára. – Osztad le! A játék indult meg erre, rendesen. Kisfentősi ötösökben rakta a kártyáját, na éppen, mintha az adóhivatalba adta volna be a pénzét, úgy nem húzott ki soha egy fityinget sem somától. – Én nyertem! – Persze. Már volt egy olyan vastag csomó előttem a kisfentősi ötöseiből, mint egy zsoltáros könyv de nyertek a többiek is. Janka is, a Molnár is. Kisventősim már százast váltott. vette észre, lapít még a tárcájában több is. Tán ezresek is. Mindez szépen megment volna, csak Janka, ez csinálta a veszedelmet. Előbb kezdett duzzogni Kisfentősinek, hogy minek játszik a kártyával, mikor vele is játszhat jobban. Na, Kisfentősi rá se hetjen, persze. Erre Janka rám esett, hogy ha mi abba hagyhatnánk a játékot, hát Kisfentősi neki maradna cehelni és egyébre hát hívjam Somát el. Persze csak úgy súgta ezt nekem Janka, és csípett az asztal alatt, meg rugdosott. Na de hát minek szaladjak a pénz elől? Irtódűbe hozott ez a Janka az erőszakoskodásaival. Visszarugtam, visszacsíptem, én is őtet. Micsoda? Fenyegetett, súgva, hogy elkiabálja, hogyan játszunk hamisan somával, ha a kártyát abban nem hagyjuk. Már ettől csak ugyan tartani lehetett, hogy ez a dög bajt kavaritten, Mert nem csak mind dühösebb volt a kártya miatt, hanem mind részegebb is Janka. Hogy ki mit ivott ottan. De ki mit evett ivott, ha bejött az utcáról is potyán a kis költségére. Arról ne tudj. A cigányok feketét kértek. Hát kisventősi egy fél liter feketét rendelt mindnek. Egy deci rummal, hogy Két nap alatt se aludjanak el mellette. Ha nem iszák meg, lelővi őket. Úgy az. Ez nem volt tréfa. A pisztoly ott volt a kisfentősi far zsebében. A sok cigány sírva jajgatva itta a fekete zaccos utolját, Hogy szétszakadt tőle a fejük nekik. De meg kellett mutatni az üres kávés ibriket Minnek kisfentősinek. Nagy kutya komédia volt ott. Már fényes-fényes délelőtt ért ott régen. Soma kezdett ájuldozni a paklival. Éppen azt mondja a kis fentősinek, Na még egy bankot, utolsót! Egyszerre nagy handabanda az ajtó előtt, a nagyivó felől. A veres Lajos veszekszik, halljuk valakivel. Na, kicsapódik az ajtó, és kicsoda be. Pühó, egy egyenruhás városi hajdú vagy rendőr. Itt egyforma ez a fajta. El az utamból, így ordít rá Lajosra a hajdú most is, hogy előtte okvetetlenkedik Lajos. És szétnéz a hajdú. Jankára nézi és neki. Takos Johanna, szállodai alkalmazott, maga az? Azonnal jön velem a rendőrségre látom, hogy kisven mintha cirkuszban majmot látna, úgy vigyorog a hajdúra. Uh, veszigorú ember, azt mondja. Janka pedig, ahogy részegen a kontya kibomlik, azt csavargatja a fején, visítja a hajdónak. Nem megyek, nem megyek, takarodjék el innét, nem megyek. A hajdú erre rettenetes kedve néz Jankára, és jön és fogja már a karját neki. Itt maga a törvény szolgájával beszél, Ribanca. Szedje magát azonnal velem! Janka, mit erre? Fogja a kisventőség karját, tépi ki magát a hajdújéból. Gyuluka, hagyd, hogy elvigyenek! Kitoloncoljanak! Hát erre a hajdú kapja el a Janka másik karját, amivel kisventősi kapaszkodik. Ránt egyet Jankán, és lök egyet kisventőssin, mintha az is hibás lenne pedig kisventősi csak röhögött a Janka visongásán és az egész hajcihőn. De nem is káprázott kettőt se ott mindnek a szemünk arra, ami ebből lett. Janka egy poharat kap föl tele borral az asztalról, és zsupp a hajdú szemek közé. A homlokát is felvágta rögtön az üvegcserép, és egyszerre lett piros a hajdú képe a bortól, a vértől. Semmi ez még, kis fentősi, és amilyen köpcös bika-nyakú ember volt ez, kapja meg a szegény hajdót félkézzel. Cserdít rajta egyet a hajdón, kis fentősi, hogy az ajtónak esik a hajdó, Lajos kinyitja az ajtót. Kis fentősi, rug is, lök is egyet a hajdón, hogy csak a nagyivóban szedi fel magát a pádimentumról. Így. Már aztán a hajdú csak kívülről gágározhatott be oda ránk, rettenetesen fenyegetőzve és elment. Ki is tudná azt elmondani, ki mit lefetyelt ott össze a mi hajdónk után. Legis legtöbbet kisventősinek hízelkedett, színeskedett mindenki, hogy jól tette, kilőpte a mi haszna Andrást. Mindenki tanú, hogy a hajdó tetlegeskedett először kisventősibe. Na, de hát ez a kakasz szálloda ott volt a vasúti állomás mellett. Nem ugyan a forgalmas úton, hanem az állomás hátánál. De elég az, hogy a vasúti állomáson csendőrszolgálat van. És a hajdú a véres fejével és a hivatalos parancsal, hogy Jankát a városházára vigye, a csendőrökhöz folyamodott. Még a cigányok kezébe is belemerett a hegedű vonó, ahogy beállított a két kakas tollas a fogadóba. Persze már erre mink, somával, iszkirja a kisivóból az udvarra. Csak onnét az udvarról leskelődve hallottuk, hogy mit tárgyalnak a csendőrök kisventőssivel Jankával és a bádogossal meg a molnárral. Akkor is tudtuk meg jobban, hogy kicsoda fene nagy uraság ez a kisfentősi, mikor a bádogos feleselt a csendőrökkel. Hallják maguk szerencsétlenek, hát a főispán a megyei főispán sógorát akarják vasra verni. Hiszen öten vagyunk itt rá tanúk, hogy a hajdó kezdte a tetlegességet ok nélkül a méltóságos úrral. Hát erre a két csendőr és a hajdó is lejjeberesztette a hangot, és kezdték illendően méltóságos urazni kisfentőssit. De kisfentőssi is röhögött már, ő is rendesen értelmesen magyarázta a csendőröknek, hogy a hajdu eljárása rovására írják, ami történt, mind. A hajdu, hogy kozmás is volt ő is, meg miért is nem, már talán retirált volna a nagy panaszával kis fentősi ellen. Tehát a csendőrök közül az egyik, egy háromcsillagos, kimondta a szentenciát. Hatósági közeg elleni erőszakra ők, csendőrök, a kenyerükkel játszanak ha be nem kísérik a város házára kisfentősi méltóságos urat és jankát. Tisztázzák ott a dolgukat. Na, erre csak azt a visongást hallani, amit Janka művelt a csendőröknek és kisfentősinek, hogy ő a függöny madzagra akasztja magát, ha a rendőrségre viszik. Már maga kisfentősi kellett, hogy biztassa és nógassa Jankát, hogy csak menjenek el a városházára, van neki ott, akivel elsímítja ezt a dolgot. Így na. Szépen megcsinálták a csendőrökkel, hogy az utcán nem kísérik szoronyosan végig Jankát se, kisfentősit se. Janka megy a Molnárral, kisfentősi a Bádogossal az utca egyik felén, a csendőrök a hajdóval a másik járdán. Hiszen el nem szöknek. Elmentek csak ugyan így. Már most mink ottan Somával és a Veres Lajossal és a Bandával, nagy tanakodóban erről és arról és mindenről, mi kerekedik még ebből a haddel hadból. De hát a hajdú csendő ránk se kérdezett, a bankó a zsebünket majd kinyomta. Mitől tartsunk? Soma állam hagyta a pénzt mostan, csak azért, hogy Janka nála inkább megvámolja. Várjuk ezeket vissza a városházáról, vagy feküdjünk le, elég nekünk. Lődörgünk ottan erre-arra, nem kell már se menni, se minni. Torkig, dugig vagyunk. De hát nem sokat vártunk. Egyszerre csak visszaérkezik Janka. Úgy igen, a mi Jankánk hívoda rögtön persze bennünket csomával. Még el is zavarja onnan Lajost és a cigányokat a mi hallástól. Coki onnat! És Janka kezdi mindjárt nagy seperével elmondani nekünk, hogy miért hívták őtet azonnalra a városházára. Hát azért, mert sürgönyt kapott hazúról, hogy meghalt az anyja. Hirtelen halál. A sürgönyt Lovas emberre bízták. Az elvesztette az adreszt. Csak a Janka nevét tudta, és a várost, ahol van. Így jött a rendőrségre a sürgöny. Kisventősi csak is elintézte a hajdú dolgot a városházán a tanácsnokkal, de megkente a hajdú markát is, hogy ne ugasson. Mégis a rendőrkapitány maga elé idézte Jankát, és borzasztóan lehorta négy szem közt. Azt mondta Jankának: Már most éppen, hogy tudja, Janka tisztességes, módos polgár emberek gyermeke, hát dupla olyan szigorúan veszi Jankára azt a rendelkezést, amit kiad rá. A város rendőrségének most már elég Jankától, a botrányokból a kakasban. A hatóság elleni erőszakért, a hajdóért Janka négy hónapot kapott fegyintézetben és haza toloncolnák, és kitiltanák örökre a városból. Hát most örüljön, hogy az édesanyja haláláért és kisventősi úr közben járásával elengedik ezt a büntetést Jankának. Igyekezzék otthon megjavulni, és azonnal, azonnal utazzon haza. De úgy, hogy tegyen még egyszer vissza a lábát ide a városba, Janka, akkor rögtön esedékes rá tíz büntetése, tömlöc, dologház és zsupp. Úgy jegyezze ezt meg Janka. Ott előttünk Somával olyan bőgést tett erre Janka, ahogy elmondta nekünk, hogy nem tudtuk hova csitítani, hiszen minden jól van, ha így végződött. Rosszabbul is járhatott volna. Igaz ez a piszkos Soma még szegény Jankának ott és szipákolt, és már azon kezdte neki. Na lád, és micsoda hergelődést tettél velünk, hogy pár pengőt nyertünk magunknak az úri macártól ettől a kis fentősitől. Most itt maradnánk egy büdös peták nélkül, hogy elmély az Isten felejtette faludba. Erre Janka Somának, de nagyon álmélkodva. És tik, nem akartok engem elkísérni haza? Te már elszámoltál az ígéreteddel, amit százszor tettél nekem, hogy elcsinálod az anyám hagyatéki dolgát nekem most, oha apámmal most már itt maradnátok, mert van pár forintotok. Meddig is? A az tart? Na, mi somával csak nézünk ezen egymásra, és én külön össze Jankával még jobban. De Janka már kezdi mondani, amit százszor is elhallgattunk már tőle, hogy Otthon hány jó szág rúgja a házuk oldalát, és a mostoha a facsúzdában van könnyű munka nekünk, és ez is az itt tovább, tovább. Kísérjük előtt. Soma úgy látom, mégis tétovázik. Menne is, nem is. De tán csak kéretné jobban magát Jankával. Hanem Janka egyszerre, mintha elfelejtette volna. Úgy mondja. Hiszen már Gyulukának is mondtam, hogy velem jöztök ti is. Hogy, hogy, hogy? Mi, mi, mi? Hápogunk somával. Na, no, Janka rögtön mondja. Hát jön ide rögtön, Gyuluka, négyes fogatom visz haza engemet. Itt van neki a Szent János fogadóban a bricskája a parádés kocsisával. Azért ment el. Hajt ide rögtön. Ő így jár heteket, városról falura. Püha, már ezt alig tudjuk elhinni somával. De hát Janka szentül várja kis fentősit, hogy az jön mindjárt, és őtet a négyesen viszi hazáig a hegyek közé. Megyünk segíteni csomagolni Jankának. Nem is sok holmia volt. Hamar összekaptuk. Egy kuffer és valami motyó. De hát Soma meg én hogyan utazzunk? Hát Somának éppen meg volt fogadva délutára a paraszt szekér egy ekkós paraszt szekér sárga patakra mink azzal mennénk. Mert annak a szekérnek mindegy hova visz. Kísérhetjük vele Jankát a falujába. Az igen. Így szépen ki is terveltük ottan. És somával összehánytuk mi is a holminkat a nagy sárga bőröndünkbe. Már Janka éppen elszámolt Lajossal és a göthös fogadósunkkal. A cigányok ott aludtak már el mert azok is szentül várták kis fentősit, ha a szavát adta Jankának, hogy visszajön. Azt, ahogy ismerték kis fentősit, sereg se tartja fel, ha szavára mondta, ott lesz valahol. Csak is. Egyszerre látjuk a négyest. Négy gyönyörű pejkóval. Hajt nem is az úton, de keresztül a mezőn a kakas felé a négyest csinál egy nagy karikát a fogadó hátánál, és úgy áll meg ottan. Nagy kerekű, magas-magas, náddal font bricska volt ez a kisfentősi négyes fogata. Kisfentősi hajtotta. Mellette ült a parád és darutollas kocsis, és hátul a bricskában még egy súlytásos léhűtő. Mert négy üléses volt a bricska, és még egy ülés kukra hátul a saragja helyén. Már most csak jönne a minyavaja a szekerünk is. Somával várjuk erősen, mert a szekérnek is etált kellett érkezni Somának. Igaz, hogy érünk-e mi azzal a paraszt ekóssal a négyes nyomába, ha az elindul? Mindegy hamare, későne. Na, csak hogy az ekós helyett más jött oda nekünk Somával. A veszedelem a fejünkre. Az a rendőrőrmester jött a fogadóba, aki a fináncokkal csinálta a handabandát a dohányosok után. Bele éppen az a hajdú, akinek Janka befakasztotta a fejét a pohárral, az jött vissza. Mink persze somával nem is láttuk, nem is vártuk ezt a két fogdmeget. A szobánkban voltunk, pakoltunk. Már előttünk álltak, mikor halljuk, hogy éppen bennünket keresnek. Az őrmester vesz elő egy pecsétes írást, és arról olvassa az én nevemet. Kacki Márton. És a Soma nevét utána, de nem az apjáról valót, hanem azt, ami a hamis munkakönyvébe állt sárga patakon neki. Hát ezek mink vagyunk. Kezdjük letagadni tán. Mi névre újra? de kiment belőlünk a szuszis csomával, és a térdünk verődött össze az őrmester előtt, meg a hajdú előtt. Soma makogta, hogy tudta. Mi dolguk velünk az őrmester úréknak? Máma érkeztünk vidékről ide. Bejelentettük itten a foglalkozásunkat. Az őrmester vág erre egy pofát somára, hogy a szava, a nagy szava rögtön elakad és rá nekünk. Magukat négy heténél több, hogy körözik nálunk, úgy van, úgy. Sárga patakról. Olvassa ki ezt az írásból az őrmester. Csak valami ügyben, bűnügyben. Igen, tanúnak. Ez semmi baj. Ha nem ismerik-e maguk, orosz Miklóst, az magukra azt vallotta, hogy maguk hamis kártyások. De nem is orosz bizonyította ezt, hanem a hánytatóból súgták meg nekünk, hogy maguk oroszon kereskednének a kártya részükért. Hát ebből mi igaz? Ebből semmi, őrmester úr! kiabálja rögtön Soma. Ha nyert tőlünk orosz, nem nyert! Mi nem jelentettük fel, ebből is bajunk lehet. Na erre az őrmester nevet még keresi és hogy kire nevessen. De hát nincs senki neki erre, csak a hajdó mafla képe. Így jön oda az őrmester Somának, és szépen megtapogatja a Soma vállát, és mondja, nem, abból bajuk, nincsen semmi, nincs, nincs. Na ugye, ránt Soma a vállán. De erre az őrmester még jobban kacag, és így nekünk, csak közveszélyes csavargás szímén kell bevigyen magukat hozzánk. Abból, ha tisztázzák magukat, már máma kijönnek ide és kártyáznak, mulatnak, ahogy jól esik. Hát, tessék, mehetünk. Jaj, Soma kezd el erre nagy haraggal, háborodással az őrmesternek, hogy így és úgy békés utasok, akik podgyászal jöttünk, tessék bár átvizsgálni. Na bizony. Megálljunk, mint a hajdónak. Vizsgálja csak Péter át az urak ruháját. Mindenki ide az asztalra a zsebükből. Kobozni kifelé a bélést is jól. Tudja már maga, nem kell szíj. Jönnek az urak szépen velünk. Belenézünk a bőröndbe is bele, szép bőrönd. Így mókázik az őrmester. Ez mind ott történt a soma kivette szobánkban kezdték kikobozni a testi ruhánkat, holminkat. A hajdú minket, az őrmester a bőröndöt. Hű, akkor röhögök egyet, mikor az én belső zsebemből a hajdú elérántotta a kisventősi sok tízesét és ötösét. Alig fért a zsebembe, alig fért a hajdú markába. Ez már teszi. Na, ezt a pénzt jól átszámolta az őrmester, és ezt ő tette el, meg a soma óráját is, amit a bádogostól nyert el, az most éjjel. A többi apró vackot, bicsakot, pipát a hajdó kötötte össze egy zsebbe valóba, és csüngette. Az ajtó be volt ránk téve. Igen, de amíg a hajdó és az őrmester a holminkat túrták és minket koboztak, egyszerre veszem észre, az ajtónk nyílik. Lassan, lassan, csak egy kicsit nyílt meg. Janka. Látom az ajtórésen, int nekem, hogy ne féljek, majd ő kiszabadít, biztosan a kis fentősi révén. Én is rákezdek súgni Somának, hogy mit üzen Janka. Ne féljünk. De Soma oda van, nagyot sóhajt, nagyon csóválja a fejét, nem bízik, hogy kiszabadulunk ebből a pácból. Ez a soma ilyen volt mindig. Az ördögnek is szemfényét vesztette, ha svunkban volt, de máskor meg, mint az olá mamalája, olyan mámóvá lett. Legjobban is a pénzre vetett olyan szemet csoma, amit az őrmester elvett tőlünk, mintha a sírás rá a rögöt. De hogy ne is felejtsem, a soma nagyobb és sűrűbb szavát, még jobban elvette az őrmester mással is. Mert elővet még egy harmadik pecsétes írást is, és azt mondja, Hát most aztán mehetünk, de figyelmeztetem magukat, hogy csináljanak botrányt. Kezdjenek egy hangos szóba, akár itt a fogadóban, akár az utcán, akár vasva verve jönnek velem. Mert van itt olyan körözvény is az egyikükről, amivel már most is karperecet tétethetnék magukra munkás, bújtogatónak is odaállottak már maguk. Ezt elfelejtik? He? Mi? Na erre már soma is én is csak habrigyáltunk a világba, hogy mink így, meg úgy, mert hogy ezek a fogmegek ezt is tudják rólunk, oda voltunk. Na csak tovább, mi történt? Az őrmester nem is a fogadón vitt keresztül bennünket, ahol jöttek, és Janka is várt ránk. Nem, hanem az udvaron át mentünk ki, a nagy kapun. Annak is ugyancsak félszárnya volt, a kapunak már. De elég az, hogy a hajdú még előre is ment, elparancsolni a közelünkből mindenkit. Így egy lélek nem sok annyi sem búcsúztatott el minket innen. Csak hogy a négyes fogad ott állt éppen az udvar nagy kapujával átellenesen a mezőn. Kisventősi pedig, míg Jankára várt biztosan, mit teszelt kimulatságnak? Kiállott a kakas vendégő ajtóba, ahonnan nem láthatnák őt a négyesről, és éppen mikor mi kimentünk a kapuna fogmegekkel, hát Kisventősi, ahogy bírta, ezt ordította a kocsma ajtóból a kocsisának. Andris! Löpp küzibük a gyeplőt! Hadd lám, megismerik a hangomat, és ide jönnek! Már erre az őrmester is megállt velünk, hogy lássa, mit csinál a négyes. Andris csak is a lovak közé lőtte a gyeplőt, és kis fentősi a kocsma ajtajából hangosan szólította a lovait a nevükön, csettént nekik. Gyere te, hé! Júcsa, miska! Gye te hé! Karola, te! De elép semmi a négy pejkó inkább a finom füvet vizsgálgatta erre-arra a mezőn. Mégis. Az egyik ló, hátulsó volt pedig, fölkapta a csótáros fejét. És röhintett. Arra elől is egy éppen így. Rá a társa elől is röhögni. A csuda nem veri meg. Csak is a négyes szépen megindult arra felé, amerről a gazdájuk kiáltotta őket. Na, Kisventősi a bőgőnyi hangján még jobban. Itt vagyok, itt, gyere te, hé, Julikám, te kígyó, te. És a kocsis is a bakról ordítva. Mennek, tekintetes urak, fordulnak. Így na. Mink nézzük ott ezt a komédiát az őrmesterrel és a hajdóval álmélkodva. Egyszerre erre mellettem az én somám olyat ordít, hogy majd fává válok. De még az őrmester is hajdustól. Gyula, Gyula, te! Ordítja itt Soma kisfentősire. Nézed, lefogtak itt ártatlan ezek, és visznek hát, elhagysz minket! Kisfentősi erre ott volt rögtön előttünk. Hogy micsoda? Soma most már bőgve sírva, mint egy taknyos gyermek, hogy így úgy segítsen ki a fogd megek kezéből minket, kisfentősi. Persze láttam, kis fentősi se vág felénk valami boldog pofát, és az őrmester is rögtön áll eléje is neki. Itt baj van, itt baj van, három körözvény van ellenük, be kell vigyem őket, csak oda bent lehet valamit tenni, ott is nehezen. Így az őrmester kisfentőségnek, mintha főnöke lenne. De kisfentősi csak alig hallgat rá, inkább somának, mérgesen. Na, de ne noj és ne örögít nekem szégyen szemre. Most nem segíthetek így se rajtad, hallod, az őrmester úrnak parancsa van, hogy bevigyen. Ha ártatlan vagy, majd kiengednek. Mondod, hogy az vagy, és én is tudom, ne félj majd, én. Már akkor a kisfentősi hátánál ott volt Janka is, nagy pusmogva nyavajogva rajtunk. Lajos is, a cigányok is, még a sápkóros vendéglős és a kövér asszony is. Az egész vendéglő is fogadó. Ott volt már az öreg csapos is a szegletnél. Kisventősi visszafordult és rájuk ordított. Na, befelé, befelé, befelé innét, befelé, mert rátok vágok. Hát erre az egész had ember tűnt el megint a fogadó szegleténél előttünk. Utoljára kisventősi is. Az őrmester pedig ránk mindjárt. Alomars! Azért az én somámat mellettem, mintha kicserélték volna. Húzta rám egy ravaszat a pofáját, menet. Most már, mintha ő mondaná, ne búsuljunk, ezt értsen belőle. Hát, jól van. Kerülünk ki a réten át a vasút utcára. Úgy megyünk, hogy még árkokat is kell ugráljunk. Hát a vasút utcán is alig volt ezen az oldalon ház de még künsen vagyunk a vasút utcán, az őrmesternek eszébe jut. Hú, hallja, mondja a hajdúnak. Hogy nem mentünk előbb az állomásra? Át kell vegyek egy írást az állomás főnökségen. Már mindegy, maga is beviszi ezeket, csak tartsa az őrszobán őket, ne adja át senkinek, míg nem jövök. Értette? Ezzel az őrmester otthagy bennünket a hajdúnak, és szalad el az állomással dolgában. Hát megyünk most már egyedül a hajdúval a városba, a vasút utcán végig. Úgy délután négy-öt óra tájt lehetett ez. Forróság volt, por volt, alig láttunk embert künn az utcán. Soma váltig kezdett volna beszédet a hajdúval, de az leteremtett tiszte, hogy tartsa a száját. Hát Soma így próbált velem pusmogni ezt-azt ezt hagyta a hajdú. Csak itt-ott mordult ránk így, lassan-lassan mellettem, semmi se tepete. Hát ettől ugyan soma már azt is súgta nekem. Ha pihentebb volnék az éjszakától, letakarítanék egy rendeset ennek a kopónak, és megugranék tőle. Ne, azt ne, súgom vissza. Majd kisventősítesz tesz valamit, mondod. Ezzel Éppen oda érünk egy utca kereszteződéshez. Erről volt egy járdán, forgalmas utca a város piaca felé. De azon messze volt a rendőrkapitányság. Más oldalon egy éppen olyan féloldalon át, mint a vasút utca, kertek, mezők, majorok egy oldalán. A hajdó éppen gondolkodik, erre vigyen vagy arra bennünket. Na vág neki inkább a közel rossz útnak a kertek közt. Nem vagyunk még mindig sem ezen az úton. Somának egyszerre kacag, kacag a szeme rám és súgja. Te, ha doktorét kell szalad nekem, csak Jankához fuss és ottan várj. Hogy? Mit mondasz? Rá én, mert még attól is megijedtem, hogy meghibban tán ez is, égnek beszél. De Soma, csak Jankához, értsed! ha doktorért enged nekem. Hát, ha ettől repednék szét, akkor se értem ezt csomától. De micsoda? Soma hirtelen csúnyán, csúnyán hörögni kezd, mint a hízó a kés alatt. És lep, amilyen hosszú az én somám, hanyatt a fűre az út mellé. És ott a fűn még csúnyábban rikácsol a levegőért, és ráng, ráng a lába neki, mintha köszörült hajtana. A szeme felfordó samának is forog. A szája szélén jön a tajték, még tán véres is az. A hajdó az velem együtt csak bávult meg. Mi van ebből? Egy öreg-öreg tehetetlen sejemkendős asszonyság megy el éppen a kertből, az visítja a hátunknál. Ja, én ezt nem bírom nézni. Harvos kell ennek egy szívgörcs. Ez szívgörcs. Nyavaj a Fogják, szorítsák legalább a kisúját neki még orvost hívnak. Azt mondják, az használ. Ráestünk somára a hajdúval, és a hajdó a soma bal kezét, és én a jobb kezét fogom szorítani a kisúját csomának, de a vénasszony ránk visongja. Csak a bal kezét az elég, a másikuk menjen orvosért. Üff, én nekem már közben eszembe jutott a Soma szava, de hát úgy vegyen elő engem is ilyen rossz baj, ha tudtam hinni, hogy Soma tenné magát ezzel a görcsökkel, ahogy csinálta ezt ez. Mégis a hajdúra nézek. Fussak hát ennek ér, meg ne ülje a görcs! Na, a hajdú volt annyira megijedve, hogy hamarjában még ő magyarázta nekem, hogy az öregasszony kertjén át, éppen a szomszéd telek a másik utcán egy orvos kertje. Hívjam ide rögtön. Már csak utánam kiáltotta a hajdu, hogy te maga vissza, te maga vissza, egy-kettő. Én kettőt se tanakodtam, mit tegyek, vettem lábam a nyakamba, egyenesen a kakasba vissza a mezőn át. Mert gondolom, ha akármi baj van, jöhettem ismerősökhöz vissza, ha orvost nem leltem, ahová értekültek. Soma aztán a saját utasítására döglik meg, ha igazán is rájött ott a baj, nem mórikája. Beállítok én fulladástól, futástól félig halva én is a kakasba. Mondom, ahogy tudom Jankának, kisventőségnek, mi történt somával. De persze nekik elmondom, mit súgott előbb soma nekem. Erre kisventőség kezd el röhögni. Bravo, bravo, mondja. Falhoz áll a rendőrség, várjunk hát. Már éppen vitték ki a kocsmából a likőrös üvegeket a csézának az üres ládájába az útra. Már indult volna kis Jankával. Már a mi odarendelt ekorszekerünk is megérkezett éppen, és minket tudakolt a kakas udvarán. Ne is mondjam, mennyit várunk ottan. Negyed órát se. Egyszerre a szálloda ablakából a szobasszony észreveszi somát is, hogy itt van már fut idefele közel a kakashoz. Levisít nekünk a szoba asszony az ablakból. Persze Soma nem a réteken keresztül szaladt, mint én, hanem a kertelések alatt jött. Mindegy már. Ott van Soma. Ő is egy-egy szuszogás reszketés. Inkább a karjával hadarásza el, mint a szavával Soma, hogy Meglépett a hajdútól ő is, de nem szaporíthat semmit, mert a sarkában jöhet a lármát, csaphat mindenfelé a hajdú. Csak egy pár forintot adjon Janka, mert elvették minden pénzünket. Már veszük is nyakunkba az utat, amerre tágasabb a rendőrkopóktól. Inti nekem soma, a homlokára bökve, hogy okos voltam, hogy elértettem őtet, és idefutottam. Szava se volt már a fulladástól. Csak is mindaz, hogy innen csak iszkiri el, gyorsan! Na de Janka ez alatt beleesik egyszerre a kisfentősi nyakába, és nyalja faja a képét, ahol éri neki, és rimánkodva ránk utal. Gyuluka, 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 én kezeskedem neked, hogy ezek olyan becsületes fiúk, mint akikre én mindig a kulcs csomagomat hagytam. Ártatlan tartóztatják le őket egy piszkos, hamis kártyás besúgására. Segíts rajtuk, gyuluka! Hát mit akarsz? Feleli erre kis fentősi. Hiszen megígértem, kiszabadítom őket, ha lehet, a városházáról. De mit tegyek nekik, ha kün vannak? Pénzt adjak? Azt adok. Netek. Kivesz kis egy csomó bankót, és löki oda somának. De Janka tartja. Nem pénzt, tedd el, hanem hozzad őket is el velem. Hű, már erre kisfentős is vakarni kezdte pogányul a tarkóját. De egyszerre... Na jól van, hát, gyertek csak, Andris! Kiáltja oda kisfentősi a kocsist, és kezdi nekik magyarázni. Ti lemaradtok, Andris, mostan a kocsiról. Ezzel jöztök utánunk, ezzel az ekhós szekérrel, értitek? Beteszitek a két barátom podgyászát mindenét, mert helyettök jöztök. Ha feltartóztat akárki csendőr, hajdú, benneteket nem tudtok semmiről, csak hogy az én cselédeim vagytok. A könyvetek megvan. A körül gané csárdánál megvárunk benneteket a kocsival. De tanítsátok ki a kocsisotokat is ezt a bugaparasztot, hogy hogyha kérdik, hogy a nyomotokba jönnek, hát más útra vigyétek a kopókat. Ne utánunk. Így kis fentősi a kocsisának, vadászának. Azzal mondja nekünk Somával, hogy ugorjunk csak gyorsan fel a csézára, de jó lesz, ha keresztbe az ülés alá fekszünk, mi kiérünk a városból. Két perc se már. Hep, 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 fel a bricskára, mind Janka kisfentősi mellé a bakra, és mi Somával keresztbe lekuporodtunk a magas nádfonat alá a csézába. Kisfentősi, csettint csak annak a négy táltosnak. Soha is az Postolt kezébe nem vette rájuk. Mentek azok, mint a szél. Már a portól se láttuk rögtön ezt a várost, hogy merre köpjünk rá, búcsúzásnak somával. Hát, ezt vegyék észbe. Sokat nem mondjak, hogy úgy vágtatott az a négy pejcsikó az egyenes országúton velünk két óra hosszat, talán többet is. Kisventősi hátra se fordult ránk. Csak egy kezével a jankaderek átfogta, a másikban a lovak gyeplőjét. És csak szóval buzdította őket. Na, na, Karola, te! Polkát jársz? csek csak te kígyó fiam! Milel már? Így a lovainak kis fentősi, akár a négy gyermekének. De meg szebben, mint az én tanítom, aki többet magyarázott nekünk a hátunkon a nádmézzel elég az, hogy odaérünk már a kaptatóhoz. Ezt úgy hívták Omodé hágó. Innen már a sűrű erdő közt vitt az országút, és mind fölfelé a bérceknek. Az Omodé hágó első meredeke után jött egy nagy tisztás az erdőben. Forrás bugyogott ott három is, kőgaráddal megcsinálva szépen. Még fazent is állott a tetején kőketrecben. Ezen a tisztáson állott egy csárda. Úgy csúfolták, hogy körülgané csárta. Kisventősi a kaptató elején lecsendesítette tátosait lépésre. Hagyta, hogy menjenek a lovak maguktól az úton, ő pedig visszafordult a bakon hozzánk a kocsiba, és Jankát is visszafordította. A gyeplőt azt csak úgy lazán a karjára akasztotta kisventősi. Elépezte a likőrös üveget, és poharat mindenikünk kezébe, mert az ülés ládában mindent pakolt Janka a fogadóból. Így kisventősi azon kezdi. Na, most aztán meséld el, te emeletes lókötő, hogy tudtál te is meglépni a hajdútól. Kíváncsi vagyok rá. Annyit már tudok erről, mutatott rám kisventősi, hogy a nyavaja rontást magadra hoztad, és ezt doktorért szalasztottad el hajdóval. Kezd hát onnan. Na hát erre soma, ahogy a lovak húzták szépen lassan a bricskát a kaptatón, mondja el nekünk. Hát csak is legjobban attól féltem, hogy ez a marhatársam nem ért el jó engem is, csak ugyanoda hozza a nyakamra a doktort. De hát volt esze neki, <laughs> de meg még már attól is féltem, hogy nem bírom tovább csinálni a szívgörcsöket ott a füvön a hajdónak. Hát, mit tettem? Kinyúlok neki ott egyszerre pihenni, mintha magamhoz jönnék. Már a hajdó hajlik is rám, hogy jobban vagyok-e. Én erre persze csak alig nyöszörögve, mint a haldokló, hogy kis vizet, a vizet, ha Istent mernek. Na a hajdu kapkod, hogy honnan kerítsen ő nekem vizet. De ott volt egy vénasszony boton, ott sápítozott. Azt hát rögtön a hajdunak, hogy ő elszalad vízért rögtön. És tipegett is elfele a szőlős kertjébe a viskóba. Én míg a hajdu elnézett, bekaptam hirtelen a számba két cigarettányi dohányt, a papírost persze kiköptem. Ezt a dohányt majszoltam meg jó jól fekete bagórének a számban de még közben nyöszörögtem a hajdúnak. Hol a társam? Hol? Minek engedte el? Nem bírok én a lábamon menni, máma, ha nem segítenek. Minden szent percben várhatom, hogy visszajön rám a görcs. Ójajaja, oh, ja, ja, itt van, na! És így, na! A hajdúnak ottan, amíg elé csoszogott egy csobolyó vízzel a vénasszony. Itt a víz, itt a víz! De hát én a fejemet se bírom felemelni, csak meg kell létassanak. Hát, a hajdó is rám hajol, a csobolyót a számba segíteni, hogy igyak. Na-na-na, mikor jól televeszem vízzel a számat, akkor teszem magam, mintha megint még jobban elévenne a görcs. Hányok egyet magamon a füvön, és jól megcélzom a hajdó két szemét, amikor éppen nagyra nyitja le rám ottan. Azzal prohaha! Az egész sűrű, fekete bagólevet bele a számból a hajdó szemek közé ahogy Soma ezt ottan előadta nekünk, hát kisventősi Janka, de még én is, majd, hogy kinemestünk a bricskából az iszonytató kacagástól. Kisventősi már Soma helyett akarja mondani. Na, és felugrottál, és iszkiri onnat. Dehogy is, rázza erre a fejét Soma. Nem mozdultam én, mert nem is gyanakodott az a hajdu, hogy ezt is csinálva csináltam a szemek közé a vízzel, ahogy ő csak annak hitte a dohány levet is. Megvártam én még azt is, hogy a vénasszony törölgetni kezdje a hajdú szemét a kötőjével ottan. Még jobban nyögtem, hangosabban jajgattam ott a füvön, úgy, hogy mikor felugrottam már én, a vénasszony hát talált nekem, a hajdú nem láthatott, Hát már a hetedik szőlőmesdjén is túlértem, akkor hallottam, hogy a hajdu a vénasszonyjal együtt sivalkodik utánam. Emberek fogják meg! Fogják meg! De hát, merre fogjanak meg az emberek az utcáról, ha oda jöttek is, hiszen sehol se láttak. Szaladtam bátran, tova, a kertek alatt. Fenn a körülgané csárdánál az erdőben már jó estére hajlott, mikor felértünk. Itatni etetni kellett a lovakat, és kisventősi szállást akart nekünk is, mindőnknek. Ne is mondjam, olyan dögök voltunk már, hogy csak az ágy sírt utánunk. Alig vacsoráltunk. Persze kisventősi jankával ment aludni. Az az egy vendégszoba volt ebben a rongyos csárdában. Mink is alhattunk volna ugyan somával a kocsmáros éghálójában, mert volt két áj, de hát gondoltuk. Záros négy fal között mindig büdös lehet nekünk, ha utánunk jönnek a rendőrkopók. Mink hát somával kimentünk aludni valami góréba, finom, friss szénába. El is húztuk a csendest hajnalig. Akkor kisventősi kocsisát és inasát hallottuk ugatni a csárda udvarán, Mentünk kifirtatni ezektől, hogy mi érte őket miattunk. Hát a kocsist az inassal bizony még a kakas udvarán érte a hajdú az őrmesterrel. Éltek azok a gyanúperrel, hova kell utánunk jönni. Tehát mit tegyenek egy idegen úr cselédeivel, akiket akárhányszor ott hagyott kis fentőssé is? Az ekkor szekérkocsisát pedig ki se kellett tanítani, hogy azt mondja a rendőrőrmesternek, Őtet sárga patakra fogadták fel. Mit tudja ki? Elég csak az, hogy a rendőrök már mentek volna elfele. De a kocsis meg az inas kihozta a mi nagy bőröndünket az udvarra, és a rendőrök elmenet azt látták meg, hogy felemelik az ekkhós szekérre azt. Na, vissza ezek! Kié a bőrönd, kibízta rájuk, így és úgy. Kényszerítették a kocsist inas szekerest, hogy Hajtsanak a bőrönddel a kapitányságra. Persze a kapitányságon megint a faggatásukon kezdték. Kiába berzenkedtek ezek, késő öreg estig ott bent tartották őket, és utoljára is csak úgy engedték ki, hogy a bőrönd a kapitányságon maradt. Dühösek is voltak ránk a kocsis és az inas, mint a veszett állatok. Éjjeli utat tettek miattunk. Szenüket se hunyták le, hogy a körülgané csárdához keresték, turkálták az utat. Volt mit hallani tőlem Somának, hogy ezért a ronda nagy kufferért járt fél napot, és járatott engem is, és forgatta fel a várost. Felolvasta Korek Mária.